Március 25-én köszöntötte 10 éves születésnapját a Jancsárkert termelője és biopiac. Szombaton az árusok 10%-os kedvezményt vagy ajándékot nyújtottak át a Székesfehérvárról és a környékről érkező vásárlóknak, megköszönve a piac iránti kitartást és szeretetet. Schulz Györgynek mintegy 550 piacnapot, legalább 150 piaci árust, mintegy 3/4 millió vásárlót, illetve 50 városi szintű rendezvény megszervezését köszönheti meg a város. Több száz háztáji egyedi, saját ízvilágú minőségi élelmiszer vagy kézműves termék vására volt, mindez magán és civil kezdeményezésként valósult meg. Ez a mai alkalom az, hogy 10 évvel ezelőtt volt a hivatalos megnyitója a piacnak, és azóta 550 piacot tartottunk szombat délelőttönként. Hát, hogy is kezdődött? Mindenképpen szerettük volna, hogyha a háztáji gazdaságok, a termelőknek a termékei itt Fehérváron is egy jó értékesítő helyet, és akkor ezt továbbfejlesztve egy jó közösségi helyet, egy jó piacteret találjanak. És ehhez találtam ilyen megfelelő partnereket 10 évvel ezelőtt az akkori tulajdonos Perecsényi György személyében, árusok személyében, akiket a megye különböző településeiről sikerült meghívni ide a piacra. Ami a számok mögött van és nem látható, az évek alatt kialakult emberi kapcsolatok, barátságok, mind az árusok és a vásárlók között. Az árusok nyújtotta személyes garancia, a portéka minőségére is tetten érhető. A fejlődés pedig még inkább a még egészségesebb háztáji élelmiszerek irányába. Nagyon nehéz volt az első időszak, de most már eljutottunk oda, hogy alkalmanként 1500 vásárlónk van, tehát ezt kimondani is sok, hogy 10 év alatt ez már 750 ezer vásárlási alkalmat jelent, 150-200 árus fordult meg ez idő alatt, és ami a lényeg, hogy az egészséges élelmiszereket, az egészséges táplálkozást úgy érzem, hogy sikerült népszerűsíteni, hiszen itt olyan zöldségek, gyümölcsök, akár tejtermékek találhatók, amelyek részben organikus gazdálkodásban vagy biogazdálkodásban kerülnek ide a piacra. Felmerül a kérdés, lesz-e újabb 10 év a piac történetében? Igen, mondják ők, a jövő még fényesebb. Még 30 piac a jelenlegi átmeneti helyén, és utána visszaköltöznek a felújított csarnokba, ahol már nem csak szombatonként, hanem a hét minden napján várják a vásárlókat egy kiváló magyar áruházlánc partner oldalán. Ezek alapján nem alaptalan, hogy Magyarország legjobb, legértékesebb termelői piacának tartják a Székesfehérvári Jancsárkertet.